ismét egy játékra invitállak titeket, de ezt a játékot csak én fogom játszani, ugyanis hát most az van, hogy a bőségzavarától szenvedek, és nem nagyon tudom, hogy melyik könyvet vegyem le a polcomról, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy játék keretében lesz megint kisorsolva egy ilyen, hát nem szerencsekerék, nem tudom minek mondják, de egy kerék segítségével fogom kiválasztani 5 témát, és ehhez fogok választani 5 könyvet. Na most kiírtam 50 témát, és ezeket kevertem össze, egy keréken 10 téma lesz, és abból ugye kijön majd egy, és majd így kiválasztom hozzá a könyvet, és akkor jön a következő kerék, megint kijön egy téma, és megint kiválasztok egy könyvet. És hát szeretném majd még a jövőben is ezt folytatni, ezek a témák már nem fognak visszakerülni, hanem egy újat fogok írni a helyükre. És akkor ezzel egy picit magamnak is csinálok egy úgymond kihívást, de egyébként nem lesz az, mert nyilván olyan könyveket választok, amiket amúgy is szeretnék elolvasni. Viszont azért is döntöttem így, mert pont nem is olyan régen valakivel felvetődött ez, hogy ő szeret kihívásokra jelentkezni, és amúgy régebben, amikor indult a moly.hu, én is annyira szerettem ezt a felületét, hogy én is jelentkeztem, és hát pár ilyen plecsnit szereztem is, de aztán ez az egész abban maradt, ahogy egyre kevesebb időm lett. De emlékszem, hogy snittem viszont ott rengeteget szereztem, mert ott rengeteg filmet megnéztem, mert volt egy időszak, amikor csak filmeket néztem, szóval ott nagyon sok plecsnim van. Szóval én szerettem alapvetően ezeket a kihívásokat, de az idő a legnagyobb ellenségem, és ezért nem tudok rájuk jelentkezni, vagy ezért nem is merem bevállalni, mert akkor viszont a saját maximalizmusommal kell szembe menjek, mert ha azt nem tudom teljesíteni, akkor akkor nem tudom, mi lesz. Viszont így el tudom engedni valamilyen szinten a maximalizmusomat, mert hát, hogyha nem teljesítem a kihívást, akkor mi történik, semmi, csak saját magammal szemben kell valahogy elszámoljak. Szóval nagyon szeretem ezt, úgyhogy ezért is találtam ki ezt most magam számára. Remélem, hogy egyébként tetszeni fog nektek a videó, és akkor nézzük Línával együtt, hogy milyen könyvek fognak kijönni, illetve milyen témák, ugye az a legizgalmasabb. Ja, és még azt elfelejtettem mondani, hogy én annó a barátnőmmel együtt úgy olvastunk, hogy ugye mindig volt egy téma. Ő mondott 3 témát, amiből én választottam egyet, és én is mondtam 3-at, és ő is egyet. És akkor mindig választottunk hozzá könyveket mindegyik témához. És úgy volt, hogy volt egy kör, amiben 4 könyv volt. Tehát sajnos ennek már vége lett, mert nem tudtuk folytatni, bizonyos okok miatt. De hogy én ezt a témás dolgot még úgy folytatnám, illetve szeretném folytatni, úgyhogy ezért találtam ki ezt a játékot, és nem tudom, most nem határolom be, lehet, hogy ősszel fogom ezt az 5 könyvet elolvasni, de lehet, hogy pár héten belül sikerül őket elolvasni. Nem határolnék be időt, most annyi, hogy ez az 5 könyv lesz a következő 5 olvasmányom, és lehet, hogy utána megint csak sorsolni fogok, majd meglátjuk. Na, jöjjön akkor ez a bizonyos játék. Ebben a gótikus irodalom összetett szó a címben 90% felett molyon, fejlődésregény, halál, kalandregény, női név a címben, utazás, kultkönyv és a krimi található. Én azt hiszem, hogy leginkább a 90% felett a molyon, vagy a kultkönyvnek örülnék, illetve még a fejlődésregény. Azokat is nagyon szeretem. Na nézzük, hogy mi fog kijönni. Hűha! A halál témája. Na, ehhez vajon milyen klasszikus fogok tudni választani? Mindjárt körül is nézek. Nem biztos, hogy a legjobb könyvet választottam a halál témájához, de mivel moly.hu-n ott volt ez a címke, így úgy döntöttem, hogy akkor ez a könyv lesz az, ez pedig nem más, mint Bram Stoker-től a Dracula, hiszen Dracula egy kultfigura, egy kultusz karakter, és már nagyon régóta a várólistámon szerepel ez a könyv, és azt hiszem, hogy az őszhöz viszont remekül fog passzolni.
Egyébként nem rajongok a vámpír történetekért, én nem olvastam az Alkonyatot, nem láttam a filmeket sem, a vámpírnaplókat sem láttam, nem is tudok túl sok mindent róluk, csak ilyen néhány sztereotípiát, hogy nem öregednek, vagy vérrel táplálkoznak, nem mehetnek a napra. De számomra Dracula karaktere félelmetes, és rendkívül karizmatikusnak tűnik. De közben lehet, hogy tévedek, és ha elolvasom a könyvet, akkor majd csalódni fogok. Minden esetre nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyrészt az is izgalmas számomra, hogy itt naplóbejegyzések által ismerhetjük meg az ő karakterét, több szempontból, több szemszögből is. Úgyhogy nagyon-nagyon várom már, hogy végre olvashassam, és hát ugye a viktoriánus korban játszódik, amihez én vonzódom, és ha ránézek erre a borítóra, ez magában ez a kastély félelmetes számomra. Ugye az egyik szereplő Jonathan Harker Londonból Erdélybe utazik az ő kastélyába, és azért, mert Dracula szeretne Londonban egy házat vásárolni, és ezért megy, hogy ezt megtárgyalják, de közben nagyon-nagyon furcsa dolgokat tapasztal. Miközben párhuzamosan Londonban megismerhetjük Minát, az ő mennyasszonyát, aki szintén nagyon furcsa dolgokat él meg. És hát beindul a kaland, és kiderül sok-sok minden Drakuláról, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy milyen itt lesz. A kolasz szerző, kék borító, egy szavas cím, fantasy, Helikon zsebkönyv, viktoriánus kor, női főszereplő, non-fiction, Nobel-díjas szerző és a 111 híres regény szerepel. Hát ezek közül minek is örülnék. Viktoriánus kort azt imádom, annak például nagyon, de nagyon jó lenne még Nobel-díjas szerzővel ismerkedni idén, úgyhogy az is akár lehetne. Na nézzük! Ó, 111 híres regény. Örülök, mert innen biztos, hogy egy nagyon jó klasszikus fogok tudni találni. Nagyon nehéz volt választanom ehhez a témához, hiszen rengeteg jó könyv volt, amit szeretnék elolvasni innen. Végül egy olyan könyvre esett a választásom, ami akár beleillene az előző témához is, legalábbis a témében benne van a halál szó. Csingiz Aitmatov, a versenyló halála. Egy kirgiz szerző, és ezzel a művével egy csapásra világhírűvé vált 1966-ban. És hát ugye a kirgiz irodalomnak gyakorlatilag ő volt az első olyan alakja, aki meghatározó volt. Ugye Kirgizisztán is szovjet tagállam volt, és hát a 20-as, 30-as években latin nyelven írt, nem, arab nyelven írt a kezdetben, vagy betűkkel, aztán latin betűkkel, és utána azbukára tértek át. Ez is nagyon érdekes. És hát ő az a szerző, aki hétköznapi életet mutatta be, kissé melankólikusan, kissé szomorúan, de közben tele van értékekkel a könyvei. Például emberséggel, a lelkiismeretről írt, az igazságosságról, vagy az emlékezetről. Szóval nagyon sok témát fogott meg rendkívül humánusan, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyébként az UNESCO is felkapta az ő könyveit, úgyhogy igazi kincseknek lehet mondani. Nekem ebben az Európa zsebkönyvek kiadásban van meg, és maga a története is érdekes, ugyanis itt a versenyló, az valóban tényleg egy versenyló volt, akit először betörtek, majd aztán hányattatott sors várt rá, és megismerhetjük az ő gazdáját, egy kirgiz parasztot, aki pedig hát a politikai áldozattá vált gyakorlatilag, de soha nem hagyta el a remény, hogy egyszer még jobb lesz az embereknek, és jobb lesz ezen a földön élni.
és gyakorlatilag a ló is az utolsó pillanatig hitt abban, hogy szabad, annak ellenére, hogy rengeteget kínozták. Az emberi lét természetességének elnyomásáról szól, és elfolytásról szól. Hát meg biztos sok mindenről, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, azt hiszem, hogy ez tényleg az én témák következők. 19. század német szerző, humoros, irodalomtörténet, orosz szerző, kötelező olvasmány, Férfi néva címben, barátság, piros borító és díjnyertes regény. Hát, gyakorlatilag mindegyik szimpatikus. Jöhet az orosz szerző, akár díjnyertes regény. 19. századból is szívesen olvasok, meg irodalomtörténetet is nagyon szeretem. Na nézzük, vajon teljesül-e a vágyam? Hűha, Férfi néva címben. Na, egyelőre még abszolút nincs meg a fejemben, hogy most melyiket fogom választani, de körülnézek. Végül egy magyar férfi névre esett a választásom, de ez a könyv már nagyon régóta a várólistámon volt. Többször említettem is már a csatornámon, hogy tényleg szeretném most már elolvasni, és egyébként azt gondolom, hogy maga a környezet miatt bele fog illeni az őszbe ez az olvasmány, ez pedig Tamási Áron Ábel a rengetegben. Ez a borító is nekem nagyon tetszik, ugye Helikon zsebkönyves, 15-ös. Ugye itt láthatunk egy ilyen természetet, és a helyszíne az Erdélyben a Hargita. És én már jártam itt, és beleszerettem ebbe a helybe. Én imádtam azokat a fenyveseket. Mondjuk én pont úgy voltam, hogy még hó is volt, és ez csodálatos volt. Hát alapvetően is nagyon szeretem a természetet, úgyhogy össze biztos, hogy többször is ki fogok menni, tudjátok jól. Aki már követ, az tudja, hogy ez a kedvenc hónapom. Szóval röviden a történet, 1920-as években járunk Erdélyben, megismerhetjük a Szakálesi családot, először az anyukát, majd Ábelt, a kisfiút, és az édesapát, aki erdőpásztorként dolgozik, de csak hetente egy-két alkalommal jön haza a családhoz. De egy napon, amikor hazajön, akkor közli Ábellel, hogy innentől kezdve neki is erdőpásztornak kell lennie, méghozzá a Hargitán. Hát Ábel ennek annyira nem örül, de szót kell fogadnia, és szerencsét próbál ezen a vidéken. És biztos lesznek benne állatok is, mert itt már látok egy kutyát, úgyhogy az biztos lesz benne, de hát csodálatos környezet, kíváncsian várom, hogy mit fog nekem adni. És még annyi, hogy találtam egy rövid kis írást róla, 1933-ból, és ez így szól, hogy Tamási Áron legújabb könyve, gyönyörű modern mese. Ábel, aki székely fiúcska, egyedül pásztorkodik a bank erdejében a Hargitán. Úgy él ott, mint egy apró bölcs, széttekint maga körül, és megállapítja a világ lényeges dolgait. Remek székely, magyar stílus, nem csak az író stílusa, hanem élő ember alakjai. Élő ember alakjainak a stílusa is. Ez jellemzi leginkább Tamási Áron új könyvét. Hát azt hiszem, hogy ez meghozza a kedvemet még inkább. Főszereplő, brit klasszikus, női szerző, családregény, skandináv, történelmi regény, modern klasszikus, életrajz, dráma vagy magyar. Hát, ebből a modern klasszikus, aminek nagyon örülnék, női szerzőnek is természetesen, de akár jöhet egy dráma is. Na nézzük. Végre nem akadt meg talán. És egy magyar regény lesz. Jól van. Örülök ennek is. Ez a témához én most Márai Sándor Veles Buden című regényét választottam, főképpen azért, mert nagyon szeretem az írói stílusát, és szeretnék több könyvet elolvasni tőle. Ugye az Egypolgár vallomása és a gyertyák csonkig égnek sokkal híresebb ennél,
De valahogy engem ez a könyv érdekel már régóta, hiszen amellett, hogy a női-férfi kapcsolatokról szól, amellett azért filozófiai gondolkodtató is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, de Edesúr nem egy hosszú regényről van szó, de én azt gondolom, hogy már így fogja hozni azt a stílust, amit már megszokhattam tőle. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyébként a főszereplője egy bíró, Kőműves Kristóf, és hát még karrierjének nincs a csúcsán, még nagyon az elején jár, boldog házasságot kötött, két gyermek édesapja, és hát a polgári létet azt abszolút meg tudják teremteni természetesen. De egy napon egy válópárt felett kellene bíráskodjon, méghozzá az ő középiskolai osztálytársa, Greiner Imre válása kapcsán, és hát ismerte az ő feleségét is, Fazekas Annát is, akiben hajdan ő is szerelmes volt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes életszituáció. Ennél többet nem is nagyon tudok a műről. 1935-ben íródott, tehát még a korai regényei közé tartozik. Rettetően kíváncsi vagyok rá. Novellás kötet, ifjúsági, amerikai szerző, komfortzónán kívül, Ázsia, memoár, lélektani, romantikus, kisregény és francia. Na hát ezek közül lélektani, Ázsia, novellás kötet, annak is nagyon örülnék. De mindegyik izgalmas számomra. Nézzük, mi lesz az utolsó téma. Pedig nagyon örültem volna a lélektaninak, de lesz egy romantikus klasszikus, úgyhogy kénytelen vagyok egy ilyet választani. Biztos, hogy fogok találni valami nagyon jót. Végül elég gyorsan kiválasztottam ehhez a témához a könyvet, nem sokat kellett gondolkodnom. Puskin, Jevgenyi, Anyegin, vagy szimplán Anyegin. Nekem szerintem ezt már olvasnom kellett volna középiskolában, úgyhogy elég nagy hiányosságomnak mondhatom, de alig várom már, hogy olvassam ezt a verses formátumban írt romantikus művet. Byron volt egyébként az ő példaképes, ezért is választotta ezt a műfajt Puskin, és hát Puskin pedig Dosztojevszkijnek volt a non plus ultrája, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy az én kedvenc szerzőmnek ki volt a kedvence. És hát 21 éves volt mindössze Puskin, amikor is ateista és társadalombíráló versei jelentek meg, és ezért az orosz cár száműzte őt Moszkvából. És száműzetése során fogott bele ennek a könyvnek az írásába, de közel 9 évig írta, és hát máig egy fantasztikus, romantikus, klasszikus, és azt gondolom, hogy hozzám közel áll ez a téma. Nem csak amiatt, mert romantikus, hanem amiatt, mert ugye itt megismerhetjük Jevgenyi Anyegint, aki nagybátyjától örököl egy birtokot, ő idegen, és oda költözik, és ott megismerkedik egy férfival, és az ő menyasszonyával, Olgával. És aztán egy napon vendégségbe mennek hozzájuk, Olgáikhoz, amikor is megismerkedik Olgának a testvérével, Tatyánával. És Tatyána veszi azt a bátorságot, hogy miután megtetszik neki a férfi Anyegin, szerelmes levelet ír neki. És azért akkoriban a nőknek kezdeményezni, hát elég nagy szégyen volt, de Tatyána van akkora bátorság volt, hogy nem érdekelte, és nem foglalkozott ezzel, és én az ilyen hősnőket nagyon tudom szeretni, akiben ott van a bátorság. És hát ugye Anyegin őt kikosarazza. Most lehet, hogy ennél többet nem szabadna mondanom, de ekkor még Anyegin kikosarazza. És aztán mit gondoltok, mi történik? Anyegin vajon meg fogja ezt még bánni? Hát, igen, meg fogja ezt még bánni. Ez általában így szokott történni. Nagyon várom már, hogy olvashassam. Csodálatos sorok vannak benne, ahogy itt kinyitottam. Meg hát Tatyana monológia, ugye az nagyon-nagyon híres.
úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Ugye, Líne? Jó lesz? Nagyon jó lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett vagyok ezzel a játékkal, mert szuper jó könyvek jöttek ki, és alig várom már, hogy belekezdjek, ugye az első, az a Dracula lesz, sorrendben fogok mindenképpen haladni, és természetesen itt a csatornán mindegyik könyvről be fogok majd számolni. Hamarosan jövök egy újabb videóval, addig pedig olvassatok sokat, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Lina, köszönj! Szia! Yeah.